Rihli Zsolt, rajzfilmrendező, grafikus, Balázs Béla díjas, érdemes és kiváló művész, 1941-ben született Sopronban. A középiskolát szülővárosában a Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceumban végezte el, majd az Iparművészeti Főiskolán szerzett animációs diplomát 1966-ban. A Pannonia Filmstúdióban dolgozott, rajzfilmjein generációk nőttek fel. 2008 óta címzetes egyetemi tanár. Sopronba születtem, evangélikus családba. A Hajdan volt líceum, amit az én időmben, az 50-es években Berzsenyi Dániel gimnáziumnak hívtak, és én tulajdonképpen nem is tudtam, hogy milyen ősi iskolába járok. Most újra líceum névre hallgat. Az volt az én felnevelő helyem. Ittant is tanultunk, de ez olyan titkos ittan volt a bifurkációs teremben, és alighanem hamar vége is szakadt, mert a Bibliát utána szétosztották, nekem is van egy ilyen ajándék Bibliám. Minden a gyerekkorba kezdődik, nekem a Luther jelleme is az egyik lelkészre emlékeztet. Sopron nagyon dörgedelmes prédikációkat tartott a szószékről, Werther Rezsőnek hívták, és kicsit róla formáztam ezt az alakot. Egy szent, az egy szent, nincsenek kétségi az embernek, szép történeteket olvas, nekem pont azt tetszett Lutherbe, hogy egy vívódó alkat és egy emberi lény volt, ugyanakkor pedig olyan kalandos élete volt, amit úgy éreztem, hogy érdemes megcsinálni. Nem csináltam még életrajzi filmet, mindig egy előző filmnek a hiánya vágy ki az emberbe, hogy egy új témába fog. 95 óta dédelgettem magamba, és egy 6 évvel ezelőtt volt egy értelmiségi találkozó az Észak-Budai Egyház közösségbe, ahol Fabinyi püspök úr megkérdezte, hogy én mit keresek itt, és mondtam, hogy szeretnék egy Luther filmet csinálni, amit nagyon komolyan be, és hál' Istennek felkarolta ezt az ötletet, és azóta 6 éve készül ez a film. Isten nevét hiába neved. Miért? Kicsodán nekem az Isten? Luther gyerekkorát nagyon nehéz volt, mert ugye mibe különbözik egy másik gyerektől, ezért rányomtunk egy Luther sapkát, és ettől mindjárt egyéni lett. Nagyon helyes a gyereknek a hangja, és nagyon jól sikerült a felvétel. Ugye mindenki tudja, hogy előhangra dolgoznak a rajzfilmbe, és a száj mozgást az utána rajzolják. Meg kell jegyeznem, hogy ennek a stílusát úgy határoztuk meg egymás között, hogy a fametszet és a képregény között. Részben azért, mert a nyomdát ugye akkor fedezték fel, és a fametszett röplap, vitairatok, stb. Ez illusztrációk nagyon divatban voltak. Másrészt pedig gondoltuk, hogy a fiatalsághoz egy képregényes szerkesztés, egy klippes vágás közelebb fog állni. Luther életét Latfi János darabolta fel 10 részre. Mondhatnám azt is, hogy képek Luther Márton életéből, mert azért nem mindenhol érintkezik évről évre, hónapról hónapra egy-egy epizód. Nagyszerű párbeszédeket írt, ez is egy külön műfaj, ugye rajzfilmben párbeszéd, mert inkább narrációt szoktak használni, vagy zenét, lelassítja a filmkészítést. 5 epizóddal vagyunk kész, ez tulajdonképpen rajzfilmben nagyon sok, mert egy egész órai film anyag áll rendelkezésünkre, és ugyanennyi van hátra. Rám elég nehéz feladat hárul, mert egyszerre 4 filmbe különböző szinten kell otthon lenni. A fogadtatás az még nem hivatalos, tehát premier előtti vetítések vannak. Én úgy látom, hogy sikeres, amit abból is le tudok mérni, hogy Berlinbe készül a német és az angol szinkron, valamint Finnországban húsvétkor kezdik a szinkronizálást, megvették Új-Zélandban, megvették Portugáliában, úgyhogy hát is ez még remélem csak a kezdet.